Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Lerakták az alapkövet. Kis létszámú szociális otthonok kialakítását kezdték meg Eleken. Átvette a mandátumot. A megkezdett munka folytatását tervezi Kovács József képviselő. Az öngondoskodást ösztönzik. Több szervezet összefogásával erősítik a tudatos pénzügyi magatartást. Visszatért a hagyaték. Az Almási család képeiből nyílt kiállítás a Gyulai kastélyban. Bachtól Kodáig. Tóth Péter zongoraművész lépett fel a Várszínház kamaratermében. Eleken kezdődött meg a kis létszámú szociális otthonok kialakításának második köre. A péntek délelőtti eseményen Cibere Károly államtitkár azt mondta, a kormány 2011-ben döntött arról, hogy a nagy létszámú szociális intézmények helyett legfeljebb 12 ellátott befogadására alkalmas lakóotthonokat alakít ki. Most elindult a program második köre, mely során mintegy 2500 ember költözhet új lakóotthonba. Ez a nap híre. A szeretet az, mely emberré tehet. Szív nélkül élni tartósan nem lehet. Az ellátottak is műsort adtak péntek délelőtt Eleken, ahol lerakták egy fogyatékkal élő emberek és pszichoszociális betegek számára épült lakóotthon alapkövét. Eleken 6 helyszínen épül lakóotthon, ezekbe összesen 72 fogyatékos és pszichoszociális ellátott költözhet be a tervek szerint jövő januárban. A beruházásra uniós forrásból 630 millió forint áll rendelkezésre. Az eseményen Cibere Károly államtitkár jelentette be, hogy ezzel elkezdődött a kis létszámú szociális otthonok kialakításának második köre. Hangsúlyozta, az eleki alapkőletétel országos szimbólumként is értelmezhető, azt jelképezi, hogy le kell bontani az elszigetelt, elkülönített párhuzamos társadalmakat, és egy egységes, befogadó nemzetet kell építeni. Valójában ez az építkezés és ez az alapkőletétel egy sokkal mélyebb szimbólumot takar, egy sokkal mélyebb üzenetet akar nekünk üzenni, egy társadalmi szintű építkezés. A társadalom alapszövetébe szeretnénk itt most elhelyezni bizonyos alapkövet. Kovács Gábor az értelmi sérülteket szolgáló társadalmi szervezetek és alapítványok országos szövetségének elnöke elmondta. Ez a kormányzat a korábbiakkal ellentétben támogatja azt, amit az érdekvédelmi szervezetek kérnek. Az érdekvédelmi szervezetek több évtizede küzdenek azért, hogy sikeresen lehessen lebontani azokat a nagy megkövesedett intézményeket, amikre még pár évvel ezelőtt is azt hittük, hogy ezek megbonthatatlanok, ezek így fognak működni, és azoknak a családoknak a körében, ahol olyan emberek élnek, akikről nem tudnak éppen gondoskodni, azoknak egy lehetősége van, hogy ezekbe az intézményekbe fogják beköltöztetni az embereket. Ez nagyon sok családot visszatartott attól, hogy igénybe vegyék az ellátásokat, és nagyon sok család életét megnehezítette. Kovács József a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az új otthonok kialakítása jelentős életminőségbeli javulást hozhat. Ez annak az ellenlépése, ha úgy tetszik pozitív értelemben, hogy valamikor egy ilyen úgynevezett intézeti központosítás volt, most pedig hát gyakorlatilag családi, emberi, hétköznapi körülményeket próbálnak az ellátottaknak teremteni, önállóan járnak vásárolni, főznek, és nyilván a megfelelő felügyelet mellett ez elég komoly anyagi beruházás jelent minden településen, de úgy gondolom, hogy egy társadalomnak az értéke és a hozzá az emberekhez többek között abban is lemérhető, vagy abban mérhető le leginkább, hogy a fogyatékkal élő emberek problémája az hogyan és milyen formában fordul hozzá, és hogy ennek mindenféle formáját rendelkezésre bocsájtja el. Békés megyében Vésztőre szintén 72, Mezőkovácsházára pedig 120 embert fognak hasonló módon átköltöztetni. Jelenleg a beruházások közbeszerzési eljárása folyik. Péntek délután átvette országgyűlési képviselői mandátumát Kovács József. Az áprilisi voksolást nagyfölénnyel nyerő fideszes politikus a megkezdett munka folytatását ígérte. Jussanak eszedbe világhódító híres őseid, egy ezredér nézzák ítélő szemben, Attilától Rákóczig. Besztercei Attila mondott verset péntek délután a Gyulai Városháza dísztermében, Kovács József mandátumát adó ünnepségén. A Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a 60/2018-as számú határozatával a választást eredményesnek nyilvánította, egyben megállapította
Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény Demokrata Néppárt közös jelöltje kapta. A folytatásban a választási bizottság elnöke, Magyar György ismertette az április 8-ai voksolás legfontosabb adatait, majd adta át a mandátumot Kovács Józsefnek, aki harmadik négy éves ciklusát kezdheti meg az országgyűlésben. A Békés-megyei 3-as számú választókerület képviselője elmondta, sok teendő van, melyek nem tűrnek halasztást. Békés-megye 3-as számú választókerülete véleményem szerint a legfontosabb. És ebben csak akkor tudunk sikert elérni 2022-ig, amikor egyébként nagy valószínűséggel le fog zárulni, vagy legalábbis le kell zárulni a 14-20-as Európai Uniós támogatásoknak, pályázatoknak a rendszere, amelyben én abban reménykedek, hogy minden település számára közösen, együttesen a maximumot tudjuk kihozni, éppen azért, mert úgy gondolom, hogy vannak olyan megvalósítandó feladatok, amelyeket csak közösen egyesült erővel tudunk mindenféleképpen megvalósítani. Kovács József hangsúlyozta, szoros együttműködésre törekszik a választókerület valamennyi településével. A döntéseknél számít a települési vezetők és a képviselőtestületek véleményére is. Az öngondoskodás ösztönzését segítheti elő az a program, melyről a kormányhivatal Békéscsabai központjában tartottak sajtótájékoztatót. A több szervezet részvételével zajló projekt a pénzügyi tudatosságot erősítheti. Békés megye társadalmára jellemző elvándorlási foglalkoztatási kérdéseket mindenképpen meg kell, hogy oldjuk. A Békés megyét érintő elvándorlás és a helyi foglalkoztatás kérdései kiemelt szerepet kapnak a kormányhivatal idei teendői között, hangsúlyozta a csütörtökön Békés Csabán megtartott sajtótájékoztatón Rákóczi Attila főigazgató. Elmondta, hatósági feladataik mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy fontos társadalmi kérdésekben is aktívan fellépjenek. Ha meg kellene fogalmazzuk azt, hogy a Békés-megyei kormányhivatal életében a 2018-as év az minek az éve, akkor mi azt úgy határoztuk meg, hogy az agrárvidékfejlesztés és a családok éve a 2018-as év. A pénzügyi kultúra fejlesztésére olyan stratégiát dolgoztak ki, mely képes elérni minden generációt, mondta a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Bense Rihárd kiemelte, nagy jelentősége van annak, hogy már fiatal korban erősítsék az öngondoskodás iránti hajlandóságot. A pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiájába jól illeszkedik ez, rögtön két cél is elérhető vele. Egyrészt a valós pénzügyi edukáció ad a diákoknak, másrészt pedig felhívja a figyelmet az öngondoskodás fontosságára. Az öngondoskodás ösztönzése érdekében készítették el azt a filmet, mely a Jövő Biztonsága címet viseli. Igyekszünk a lehető legerőteljesebben segíteni azt, hogy ezek az ismeretek az állampolgárokhoz eljussanak, hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy nem könnyen emészhető tartalmakról van szó, tehát nagyon komoly kihívást jelent az, hogy a fiatal korosztályokat egyáltalán meg tudjuk szólítani, másodszorban el tudjuk őket érni az információkkal, és ráadásul, hogyha ez vissza is tud csatolódni, ne agyésten mondjuk az öngondoskodás keretében apró lépések történhetnek, és elindulnak ezek a fiatalok azon az úton, amit ugye a Magyar Nemzeti Bank is ugye erőteljesen az ászlájára tűzött ki, akkor talán nem volt hiába a tevékenységünk. A programot Dávid Ferenc, a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesülete társadalombiztosítási ellenőrzési szakosztályának elnöke dolgozta ki. Ő azt mondta, a fő üzenet a társadalombiztosítás és az öngondoskodás. Ez a két fogalom kéz a kézben jár egymással a jövő érdekében. Egykor az almásiak tulajdonában lévő festményekből nyílt kiállítás a főúri család gyulai kastélyában. A képeket, melyek közül kettőt Barabás Miklós készített, a kommunizmus során sajátították ki, most pedig az almási család leszármazottainak kezdeményezésére kerültek Gyulára. A család táblabírót, politikust, ázsiakutatót, jászkunkapitányokat, fiumei kormányzót, számos politikust és még festőművészt is adott az országnak. Az almásiakat méltatta Latorcai Csaba helyettes államtitkár az egykori főúri család gyulai kastélyában, ahol most az ő örökségük részét képző festményekből nyílt kiállítás.
A tárlat részei 19. századi litográfiák és olajfestmények, melyek közül kettő, az Almási Kálmán grófot és Almási Ignácnét ábrázoló 1870-es években készült portrék Barabás Miklós alkotásai. A képek egykor a Békés megyei nemesi család kétegyházi kastélyában voltak megtalálhatók, majd a II. Világháború után a kommunisták vették el tőlük, így kerültek a Békés Csabai Munkácsi Múzeum gyűjteményébe. Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, a kormány évek óta keresi a lehetőséget, hogy az egykor jogtalanul eltulajdonított műtárgyakat visszaadják egykori tulajdonosaiknak. Ennek a folyamatnak a részeként kereste meg a minisztériumot Almási Dénes leszármazottja, Pongrácz István és felesége, Pongrácz Márta. Nem azt kezdeményezték, hogy kapják vissza ezeket a műtárgyakat, hanem azt kérték, hogy az egykori kétegyházi kastélyukban található, egyébként a nemzeti identitásunk szempontjából is jelentősnek tekinthető kulturális örökségünket, a festmények és metszetek ne a családhoz kerüljenek vissza, hanem megmaradván a Munkácsi Múzeum gyűjteményében, de hosszabb időre a család másik Békés-megyei kastélyában, a csodálatosan felújított Gyulai Almási kastélyban kerüljenek elhelyezésre, ezáltal segítve az idegenforgalmat, de nem csupán az idegenforgalmat, hanem nemzeti identitásunk erősödését is. Egy rozsdás vas szeg sem maradt a kastély eredeti berendezésére. A megnyitón Görgényi Ernő emlékeztetett, a kastély rekonstrukciója során az egykori berendezésből nem maradt semmi. A felújítás és a látogatóközpont sikerét mutatja azonban, hogy most a főúri család eredeti műtárgyai autentikus környezetbe kerülhettek. A polgármester elmondta, ez egy hosszabb folyamat újabb állomása, mely során az épületet magukénak érezve egyre többen ajánlanak fel műtárgyakat a kastély részére. Ennek a folyamatnak az első jelentős adományozója dr. Deli László gyulai nyugalmazott főorvos úr, aki nagyon értékes 1873-ban gyártott zongorát ajánlott fel a kastélynak, amely most is itt látható a dísztermében, és amely még az is lehet, hogy tényleg a kastélyból származik, de ez nem bizonyított. Később Mikus Éva gyulaváros kiváló polgára ajánlott fel egy 19. századi órát és egy első Ferenc Józsefet ábrázoló festményt. Majd jöttek az újabb és újabb felajánlások, étkészletek, képzőművészeti alkotások, és most pedig legújabban egy nagyon értékes kollekcióval gyarapodott a kiállítás. A megnyitó végén Cseresznyés János történész tartott tárlatvezetést. A Junior Prima díjas Tóth Péter zongora estjét láthatták és hallhatták az érdeklődők a Gyulai Várszínház kamaratermében. Az esten többek között Kodály, Bartók, illetve Liszt művek hangoztak fel. Kodály Zoltán Este a székelyeknél című művét is hallhatták Tóth Péter előadásában az érdeklődők a Gyulai Várszínház kamaratermében. A Junior Prima díjas zongora művész több évszázadot felölelő koncertjén Kodály mellett Bach, Brahms, Bartók, Chopin és Liszt műveket játszott. Tehetségét már 11 évesen felfedezték. Akkori tanára javasolta, hogy ezen az úton menjen tovább. A zene szeretete a mai napig meghatározza az életét. Elég sok magyar szerző műveitől is válogattam Bartókot és Kodályt főleg a mai estére, és hát ezeket a műveket pedig részben azért válogattam össze, mert 28-án lesz egy elég komoly rendezvény Békés Csabán, a Békés Csaba 300, és arra külön kérték, hogy lehetőleg magyaros hangvételű műveket, illetve magyar szerzők műveit adjam elő, úgyhogy mivel hogy így is úgy is föl kellett készülnöm arra az előadásra is, így gondoltam, hogy akkor ma este is eljátszom ezt a gyulai közönségnek. Tóth Péter egy hónapja a kaliforniai koncertturnéján is bemutatta az esten előadott művek egy részét, amely nagy sikert aratott. A békéscsabai származású zongoraművész a jövőben is számos helyen lép fel a világ több pontján. Leváltották tanácsnoki tisztségéből Galvács Mihályt. Rövid hírek következnek. A Gyulaváros labdarúgásáért aggódó szurkolói csoport nevében azzal a kéréssel fordulunk önhöz, hogy Galvács Mihályt, a Gyulai Termál FC elnökét azonnali hatállyal mentse fel a munkavégzés alól. A Gyulai Termál FC szakmai stábja és a gyulai futballdrukkerek leveleit is felolvasta Görgényi Ernő polgármester a képviselőtestület áprilisi ülésén. A téma az egyesület elnöke,
Galbács Mihály képviselővel és városi tanácsnokkal kapcsolatban kialakult konfliktus volt, aki körül a polgármester szerint elfogyott a levegő. Az elmúlt egy évben ugyanis több olyan ügy volt, amik miatt elvesztette képviselőtársai bizalmát. Ennek jele volt az is, hogy két héttel ezelőtt kizárták a Fidesz gyulai frakciójából. A problémák között szerepelnek kifizetetlen számlák, elhúzódó beruházások, valamint hogy a nem önkormányzati tulajdonú, de az önkormányzat támogatásából működő egyesület szakemberei nem kapták meg időben fizetésüket. Ezeknek is köszönhető, hogy a város labdarúgó utánpótlásának nevelését a Gyula Sport Nonprofit Kft. Veszi át, ám az egyesület elnöki posztjáról a városvezetés nem tudja eltávolítani Galbács Mihályt. A hosszan elhúzódó vita után a képviselőtestület többsége úgy döntött, megfosztja városi tanácsnoki tisztségétől Galbács Mihályt. Az ülésen emellett tárgyalták az önkormányzati tulajdonú cégek 2017-es gazdálkodását és 2018-as költségvetését. A közüzemi Kft. Ügyvezető igazgatója beszámolójában sürgős feladatnak nevezte a dolgozóik béralapjának növelését a biztonságos működés érdekében. A képviselők végül zárt ülésen az Erkel Ferenc Gimnázium intézményvezetői posztjára benyújtott pályázatokat értékelték. A testület Fodorné Horváth Anett igazgatói kinevezését támogatja. A 2017-es esztendőben a gyulai törvényszék tevékenységét a magas színvonalú, időszerű igazságszolgáltatási tevékenység jellemezte. Magas színvonalúnak és időszerűnek nevezte a gyulai törvényszék 2017-es munkáját Bagdi Árpád Gyula elnök a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón. Úgy fogalmazott, Békés megye jogkereső közönsége számára biztosított a szakszerű ítélkezési tevékenység. Gyula tényleg egy országos jelentőségű eredményt produkál évek óta. Az ügyek befejezésének számát és minőségét illetően is országos jelentőségű az a munka, ami Gyulán zajlik. Ezt már Harangozó Attila, a szegedi ítélőtábla elnöke jelentette ki. Az eseményen elhangzott, a gyulai törvényszéken a büntető ügyek 90, a polgári peres ügyek 96%-a egy éven belül befejeződik, és mindössze 15 olyan ügyük van, melyek két évnél régebb óta húzódnak. A felvételen az Almási kastélynál kialakított pihenőhelyhez érkeznek meg a megyefutás résztvevői Csíkos Dániel gyulai és Tóth László Békés Csabai futónagykövet vezetésével. Utóbbi 5. alkalommal szervezte meg a Békés megye településeit végigjáró futóeseményt. A különböző városokban minden alkalommal helyi sportbarátok csatlakoznak hozzá. László minden állomásra magával viszi Békés megye térképét, erre a kastélynál rákerült Gyula város pecsétje is. 2014-ben az első futáson 23 települést érintett a kezdeményezés. Idén 13 nap alatt 59 településen futnak át a résztvevők. Tóth László elmondta, minden évben egyre többen csatlakoznak hozzá, célja pedig a mozgás népszerűsítése. A gyulai pihenő után a futók és kerékpárosok sarkadra indultak tovább. Diákoknak, szülőknek és tanároknak tartott előadást Krnács András, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar informatika tanszékének oktatója. A három előadáson a biztonságos internet használatról, illetve az online tér veszélyeiről volt szó. Egyre többen interneteznek a mai világban, melyet nem csak jó szándékú emberek használnak. A gyerekek az interneten élik a kommunikációjuk jelentős részét, de ezzel kapcsolatban vannak problémák. Ezek közé tartozik a másik zaklatása, a fényképek, szerzői jogok kezelése, melyekről fontos beszélni. Krnács András elmondta, az okostelefonok által az internet lehetőségeit csak akkor érdekes használni a tanórákon, hogyha a tanár képes ezt eszközként használni. Elhangzott, úgy kell megismertetni a fiatalokkal az internet hatásait, hogy ne csak a pozitív elemeket emeljük ki, hanem fel kell hívni a figyelmet a veszélyekre is. Csütörtök reggel elfogtak a rendőrök egy korábban 7 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélt férfit. Büntetése letöltését önként nem kezdte meg. Egy lakatlannak álcázott mezőkovácsházi épületben rejtőzködött. A 41 éves K. Csabát korábban testi sértés, személyi szabadság megsértése és lopás bűncselekmények miatt ítélte el a bíróság. A büntetése letöltését azonban a kijelölt időpontban nem kezdte meg. A rendőrök olyan információhoz jutottak, hogy egy lakatlannak álcázott házban rejtőzködik.
Az egyenruhások körülvették a házat, majd miután a férfi a felszólításukra nem jött ki, alaposan átkutatták az épület minden helységét. Egy falban kialakított rejtekhelyen találtak rá a férfira, aki el akart menekülni, de elfogták, és a gyulai BV intézetbe vitték. A házon és a redőny mögött lévő kamerák képeit Kács Csaba bent egy monitoron figyelte. A háztartási gépeket és a biztonsági berendezést úgy működtette, hogy a mérőórát megkerülve csatlakozott rá az elektromos hálózatra. Ezért lopás miatt újabb büntetőeljárást indítottak ellene. A várnál késő tavasztól kezdve rengeteg esemény várja a helyieket és turistákat. A mai napon kezdődik a 19. alkalommal megszervezett Gyulai Pálinka Fesztivál. A fesztiválok rengeteg szórakoztató programot kínálnak. Ön kilátogat a várhoz hétvégén? Igen, most hétvégén is. Van olyan koncert, ami érdekel esetleg, vagy még nem néztem annyira utána? Még nem néztem nagyon utána. Csak úgy a játékok miatt, meg igen. Hát mi nem tudjuk. És mitől függ ez, hogy a zenei előadók milyenek, vagy hogy jön össze a társaság? Hát az előadók is társaság, és igen. Igen, itt tanulunk a román gimiben, úgyhogy tudjuk ezeket, és szoktunk jönni, hogyha úgy van rendszeresen, igen. És attól függ, hogy milyen előadók vannak, vagy mitől függ a társaságtól? Hát ha úgy van, akkor az előadókat is megnézzük, de amúgy csak úgy is ki szoktunk jönni. Már csak a játékok miatt is, meg ilyenek. Országos búza szentelő Bátán, 7 meccse veretlen, a Szeged Grosics. Lapszemle következik. Létszámbővítés a Szent Lázár alapítványnál. 30 fővel emelkedett, így már 200-nál is több embert foglalkoztat a Szent Lázár alapítvány Békésen. A Békési Újság azt írta, a karitatív munkájáról is ismert szervezet létszámfejlesztését sikeres pályázatok tették lehetővé. Madárdalos délelőtt a Marosnál. Szombaton marosmenti madárdalos délelőtre várja a természetbarátokat a Körösmaros Nemzeti Park. Weboldalukon azt írták, a programban madárgyűrűzési bemutató és egy marosmenti séta is szerepel. 7 meccse veretlenek. A Budaörs elleni hétközi 0-0 után a Szeged Grosics a vasárnapi, szintén idegenbeli bajnokira készül, írta a klub honlapja. Germán Tamásék vasárnap a sereghajtó Sopron vendégeként lépnek pályára. Országos búzaszentelő Bátán. A katolikus néphagyomány Szent Márk ünnepéhez kapcsolja a búza a gabonaföldek megáldását, írta a Magyar Kurír. Idén az evangélista emléknapját megelőző vasárnap szervezték meg a 28. búzaszentelőt a Szentvér ősikegyhelyén, Bátán. Szombaton újra sokat süt majd a nap, este felé előfordulhatnak záporok. Vasárnap meleg, csapadékmentes idő ígérkezik. Szombaton délelőtt napsütés, gyors melegedés, délután gomoly felhősödés, estétől elszórtan záporok várhatók. A hőmérséklet az éjszakai 11 fokról délutánra 28 fokig emelkedik. Vasárnap ismét kisüt a nap, gyorsan melegszik a levegő, nyárias idő várható. A hőmérséklet 15 és 28 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Lerakták az alapkövet. Kis létszámú szociális otthonok kialakítását kezdték meg Eleken. Átvette a mandátumot. A megkezdett munka folytatását tervezi Kovács József képviselő. Az öngondoskodást ösztönzik. Több szervezet összefogásával erősítik a tudatos pénzügyi magatartást. Visszatért a hagyaték. Az Almási család képeiből nyílt kiállítás a Gyulai kastélyban. Bachtól Kodáig. Tóth Péter zongoraművész lépett fel a Várszínház kamaratermében. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, a híradóval legközelebb jövő szerdán jelentkezünk.